És aztán meg Irizárban volt ott olyan motor. Hát igen. Nagy gépet. Remélem eljövök egyszer az én buszommal is erre, az is talán bírná. Ahogy nem. Ez 12 000-es. Igaz, hogy mondjuk... Ez csak 2.8-asában. Meg ez? Hogy? Ez 280 dollár és ez. De akkor 280 dollár. Úgy hagyjam? Hát majd teszem bele egy Mercedes V8-as vagy V10-es. Csakda, ha cseréném is, hogyha véletlenül kéne motor, de hát azt szerintem az lassú, mackós motor, ugye, az bírja. Ó, az igen. Ja, följöttünk egy kicsit. Én elhoztam, csak arra lehet, hogy megkörítmányom. Jó, majd ott van, aztán ki lesz írva, majd nem látom. Hát ott jött, most jött, hogy látom. Ott van meg a kanyargó. Rádi, ne tedd el a telefonon. 13 kilométer és ott vagyunk. Na, már ne fogj képet, már fogj képet. Nem látom, már. Még lehetnék. Hát ha megyünk még egyszer vissza, de akkor majd figyelj, de ne tedd el a gépet, hogy lett a telefon. De te is fotózhatnál, kolléga, itt van időd. Nem merek egy is gulok, te is iszkodsz. Pihenős, pihenős. Nyomod a féket. Végre lazíthatnál, te is kicsit. Hát ott megállunk a tetőn, hogy is mondott Marika, nem tudom milyen tető.